Hat teremben, mint egy 400 négyzetméteren több mint 50 játékot próbálhatnak ki a gyerekek. Itt ezek között különböző logikai játékok vannak, különböző fizikai alapelveken alapuló játékok, csapatépítő játékok vannak, amelyek arról szólnak, hogy csak ketten vagy többen tudnak megoldani bizonyos feladatokat. Hát ilyen szempontból kitűnő szórakozás, nem csak a gyerekeknek, a felnőtteknek is. Nyugaton minden nagyvárosban létezik egy Science Center. Itt cégek csapatépítő tréningeket is tartanak. De igazából, hogyha csak családi szórakozásokat elégít ki, az is nagyon nagy dolog. Az IQ Park különleges alternatíva az iskolai szemléltetésben. Legfőbb célja a természettudományok iránti érdeklődés felkeltése. Ma már minden embernek kell lenni valamikor valamilyen szintű természettudományos általános műveltségének, mert akinek nincs, az nem érti meg a világot maga körül. Sok ilyen ember él a Földön, akkor leromboljuk a Földet. Nagyjából ezt látjuk most. Én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten egy leendő jogásznak vagy közgazdásznak is értenie kell azt, hogy hogy működik a világ. Tulajdonképpen akkor leszünk konkurensek, akkor tudunk valamit nyújtani a világnak, hogyha tudunk olyasmit, amit más nem tud. És a természettudomány még annyira nyitott terület, és a műszaki alkotás is annyira nyitott terület, hogy itt lehet valamit nyújtani, lehet valamit adni. Én látok benne jövőt, ugyanis elég hiány szakma sajnos a kémia, ugyanis elég nehéz tantárgy, és sokan nem szeretnek olyan rizikót vállalni, hogy vagy leteszi, vagy nem, így biztosabbra mennek. Én szeretném lerakni, és szeretnék ebben foglalkozni életem során. Az IQ Park minden nap 10 és 18 óra között fogadja a látogatókat Zentán az Árpád utca 1-es szám alatt.